Somogyi János egyrészt az ingyenes utazás miatt választotta a vonatot, másrészt azért, mert úgy vélte, autóval ezen a napon lehetetlen lenne parkolni Budapesten. De mehettünk volna autóval, és már gyakorolt végkocsivezetés vagyok ráadásul, de ez ingyen van, és sokkal kényelmesebb, mint hogyha autóval mennénk, és az egy különböző, hogy is mondjam, az sem. Lényegtelen, hogy a parkolás szempontjából nem lehet Pesten parkolni a belvárosban, úgyhogy ez megoldódik mindenképpen, ez a probléma. A több órás dugók miatt, vagy egy váratlan baleset miatt pedig biztos lekésnék a Szent Atyával való találkozást, amire régóta készült már lelkiekben. Somogyi Gabriella számára is nagyon fontos volt, hogy találkozhat Ferenc pápával. Nagy örömmel és hálával készültünk erre a szentmisére, már régen mióta tudjuk, hogy másodjára is meglátogat bennünket, magyarokat a Szent Atya. Imádsággal készülünk már hetek óta, és a szentmise előtt pedig egy zarándok úttal készülünk, amit a Mária út és a Mária rádió rendez, és imádsággal, ének szóval fogunk gyalogosan a Kossuth térre menni. Együtt fogunk imádkozni, hiszünk az imádság erejében, és bízunk abban, hogy elősegíthető a béke és a békesség. Minden embernek ezt kívánom. Előzetesen egy fővárosi gyülekezethez is bejelentkeztek, így a március 15-e térről a belvárosi plébánia templom elől énekelve, imádkozva indulnak majd gyalogos zarándoklattal a Kossuth térre, Ferenc pápa szentmiséjére. Emiatt a vonat tűnt megbízhatónak és pontosnak az ő számára is. A békéért, hazánkért és családja biztonságáért, jövőjéért is fontos számára a több tízezer emberrel közös ima, amelynek erejében hisz. A Szent Atyával való közös imádságból pedig töltekezni fog majd a hétköznapokon.